Budatin. A ma ismét teljesen épp Budatin vára, Zsolna tőszomszédságában, a Vág kanyarulatánál épült királyi vámolóhelyként 1250 körül. 1395-ben Ulászló lengyel király birtokába jutott, a husziták betörésekor Zsigmond király Katnai Pán várkapitánynak ajándékozta. Az utolsó Katnai Pán halála után az özvegy Szunyog Gáspárhoz ment feleségül, és így Budatin 1485-ben a Szunyog családé lett. A vár egyik mondája, amelyet Arany János is feldolgozott, Katalin című regényes elbeszélésében e szúnyogok egyik tagjáról szól. A Szúnyog család 1798-ban férfiágon kihalt, Szúnyog Józsefina férhez ment gróf Csáki Antalhoz, és Budatin várát ezután 1944-ig a csákiak uralták. A szúnyogok pompás berendezésű reneszánsz kastélyá alakították át Budatint. 1849. januárjában az 1848-49-es szabadságharc folyamán az osztrák Götz tábornok minden értékével együtt felgyújtatta Budatint, miután a felkelő Hurbanék szabad csapata a vár alatt vereséget szenvedett. Budatin 1870-ben honvéd lakhatja lett, ez időtájt és itt játszódik Mikszáth Kálmán Peszterce ostoma című regényének egy része. És laktanya is maradt 1918-ig. Utána ismét a csákiaké lett, és gróf Csáki Géza hozatta rendbe, és rendezte be művészien az 1930-as években. Budatin vára ma Szlovákia egyik legszebb helytörténeti múzeuma. Ó, vándor! Ösvényed a jár Trencsén magas vidékein, s a vág kanyargó partinál szemedbe ötlik Budatin, nézd meg mohos falüregét, és gondold hozzá e búsregét. Írta egykor a költő Arany János. Ha utad Zsolna mellett visz el, ne kerüld el e kerektornyú zömök várat, amely idestova 700 esztendeje áll a Vág és a Kiszuca egybeömlésénél dacos vízi várként. A király építette, negyedik Béla, így kitűnő helyre. Tornyából az őrség jó szemmel tarthatta a három folyó völgyét, s a négy kereszt utat. Ma sem hever romokban, no a számtalanszor pusztította ellenség, tűzvész, vízáradat, mindig újraépült. Néha lakatlan volt, denevérek tanyája, máskor honvéd kaszárnya, ma éppen múzeum. Virágos kert öleli falait. A szúnyogok és a csákiak szellemei lengik körül, ezek a szellemek sokszor védték meg jó Budatin várát, amikor két ádáz rabló lovag testvér, Potmanicki János és Rafael úr fente a fogát Budatinra. Hiába támadták Zsolna és Vágbeszterce felől, csak nem bírtak megtelepedni benne. Egy igaz szellemet névvel idézünk, a szép Szúnyog Katalinét. Híres története ez a budatini várnak, ma is emlegetik. Szép lány volt Szúnyog Katalin, gazdag, kedves és kívánatos. Hírhedten zord volt azonban az apja, a kemény Szúnyog Gáspár. Nem csak Budatin volt a Szúnyog családé, hanem sok más vár is meg annyi faluval. Szendrő várának is kapitánya volt, a kemény Szúnyog Gáspár odafönt Borsodban, a Bódva folyó partján, ennél fogva annyi országos gondja volt, hogy ritkán járt haza. Hanem amikor otthon volt, reszkedtek tőle a várbeli népek, de a család is. Hiába kérlelte az angyalian szelíd feleség, Bánfi Zsuzsanna, ne harciaskodjék legalább itthon, semmi könyörgés nem hatotta meg a kemény Szúnyog Gáspárt. Olyan híre támadt végül a budatini várnak, hogy hiába hallottak a fiatal lovagok, deli legények Katalin szépségéről, kedves voltáról, háziasságáról, Budatint messzire kerülték. Egy, csak egy legény akadt a gáton, aki oda merészkedett. Ez pedig nem volt más, mint Cserépvár fiatal ura, a merész Forgács Ferenc. Arra kérte Szúnyog Gáspárt, hogy amikor egyszer hazafelé tart Szendrővárából messzi Budatinba, Trencsén vármegyébe, vigye magával, mert hogy Zsolnán lészen dolga. Nagy nehezen ráállt Szúnyog Gáspár,
forgács kérésére, de csak rövid időre tartotta vendégül, másnap már tovább is engedte. Ez a kevés idő azonban éppen elég volt ahhoz, hogy a két fiatal, Katalin meg Ferenc, megtessék egymásnak. Nem sok szót váltottak, de szemük villanása elárulta mégis szívbéli indulatukat. Forgács Ferenc elhatározta, hogy csak Szúnyog Katalint veszi feleségül, Katalin pedig az ő szívében hangtalanul elígérkezett neki. Szúnyog Gáspár valami gyanított, ezért is adta ki hamar az útját Forgács Ferencnek. Volt már neki jelöltje más, aki ezt Katalint adja szigorú apai parancsal, fellebbeszeretlen, az oroszlánkői várúr Jakusics István. Jakusics már kissé öregecske volt, kopasz is, mulatós is, mégis jobban tetszett Szúnyog Gáspárnak, mint a zsenge lovag, Forgács. Ha kéred a lányom kezét, neked adom, István, szólott egy nap Szúnyog Gáspár, már csak azért is, mert Jakusics jobban értett Szúnyog Gáspár nyelvén, és mert jóval gazdagabb volt, mint Cserépvár ura. Cserépvár három testvéré volt, oroszlánkőt pedig csak egyetlen gazda uralta. Magával is hozta Jakusics István Szúnyog Gáspár Budatinba, illő bemutatkozásra, háztűznézőbe. Illeget-billeget Jakusics István kellette magát, de bizony nem tetszett Szúnyog Katalinnak. A szívébe már forgács volt zárva. Titkon néha találkoztak is, hűséget esküdtek egymásnak. És ahogy az illő, Jakusics hazament, díszes ruhát öltött, majd népes kísérettel újra megjelent Budatin várában, és megkérte a kezét a szép Katalinnak, mind az anyától, mind az apától. A galamblelkű édesanya, Bánfi Zsuzsanna, sejtette már anyai szívével, hogy Forgács Ferencet szereti a lánya. Tiltakozni próbált a zord apa előtt, kérte várjanak még, fiatal Katalin ilyen házassághoz, de Szúnyog Gáspár kérlelhetetlen maradt. Katalinnak is szólj, hogy feleségül veszed, parancsolta Szúnyog Gáspár Jakusics Istvánnak. Elé hívatta a lányát az ebédlőszobába. Ím, a vőlegényed, mutatott Istvánra. És halljatok csodát, a lány el is sírta magát, de toppantani is mert, zokogva kiáltotta. Én nem megyek hozzá! Nyomorult, engedetlen leányzó, ordított az apa, és ököllel rohant neki Katalinnak. Katalin sikoltott, összeesett, a csapást Jakusics István fogta föl. Ne bánsd, uram, majd meggondolja magát, kérlelte Szúnyog Gáspárt a vőlegény jelölt. A lány apja lábához borult. Nem leszek a felesége Jakusics Istvánnak, nem szeretem őt. Bezáratlak a szobádba, kenyéren, vízen élsz, nem jöhetsz ki addig, amíg igent nem mondasz. Fordult ki Szúnyog Gáspár az ajtón, rácsukta a lányára, a kulcsot magához vette. Halálnak halálával hal, aki kinyitja. Vágjatok lyukat az ajtóba, azon adjatok Katalinnak enni és inni. Rendelkezett Zordon Düvel. Nedves hideg szobába záratta lányát Szúnyog Gáspár, háza népe ellenkezni nem mert, még felesége sem. De nem csak a jó hír jár sebes szárnyakon, hanem a rossz hír is. Megtudta Katalin sorsának búcs változását az ifjú Forgács Ferenc, egy hű szolga vitte meg neki a hírt, aki azonban hűségért jutalmat is érdemelt. Lóra kapott, és rohanvás száguldott titkos arájának kiszabadítására. Viharos éjjelen sikerült rejtve bejutnia a várba, kinyitatta Katalin ajtaját, a várbéli népet is elkeserítette a kegyetlen bánásmód, segített hát, aki tehette, és a két szerelmes egymást átölelte. Futottak az éjszaka órái. Katalin és Ferenc azon tűnődött, hogyan szabadulhatna ki Katalin a szobafogságból, és menekülhetne messzi Cserépvárba, amikor az apja gyanút fogván váratlanul rájuk nyitotta az ajtót. Jól sejtette, a két szerelmest a zárt szobában találta. Meghalsz, nyomorult! Kiáltotta Szúnyog Gáspár, és a legénynek rohant. Az azonban fürgébb volt, gyorsan kipattant az ajtón, és oly ügyesen menekült el, hogy nyomába sem érhettek. Nem is nagyon akarták üldözni a szolgák. Katalin apja lába elé borult, úgy könyörgött. Bocsáss meg, apám, forgácsot szeretem. Szégyent hoztál a fejemre, rántotta fel a földről leányát az apa. Bocsánatomat nem érdemlett többé. Öltöz fekete ruhába, életed gyásza lesz. És még abban az órában kőművest hozatott, egy szűk kályhajukba falasztatta be Katalint.
éppen csak a fejét hagyatta szabadon, keskenyukon által kapott a lány kenyeret és vizet. Itt fogsz vezekelni életed végéig, ítélkezett Szúnyog Gáspár. Leborult eléje felesége és Bánfi Zsuzsanna úgy kérte a férjét, ne kövessen el ilyen kegyetlenséget, de Szúnyog Gáspár irgalmatlan maradt, egy szemlányát ki nem eresztette. Jött kérni őt Jakusics István is. Én megbocsátok Katalinnak, engedd őt hozzám Oroszlán kővárába. Süket falaknak beszélt, Szúnyog Gáspár az ítéletét nem változtatta meg. A hír még gyorsabb szárnyon repült Forgács Ferenchez. Most már Forgács Ferenc nem titkon osont vissza, hanem fegyvereseivel ostromolta meg Budatint, és a már-már halódó lányt kiszabadította. Nyergébe kapva száguldott el vele. Szembe találkozott Jakusics Istvánnal és az ő csapatával, mert Jakusics István is alászállt Oroszlán kőről, hogy kiszabadítsa Katalint. Állj meg, nőrabló! Kiáltotta Jakusics, és kirántotta kardját. Forgács Ferenc az ájult Katalint gyöngéden a fűre fektette, csapatára bízta, maga meg szembefordult Jakusics Istvánnal. Háromszor rúgtattak egymásnak, szikráztak a kardok, harmadszorra Forgács Ferenc leesett a lóról, elcsöppent a vére, sebesülten emelték fel a szolgák. Katalin ekkora magához tért ájultságából, ráborult titkos mátkája mellére, elhalóan mondta. Ferenc, Ferenc, ébredj, csak téged szeretlek. Nagy nehezen nyitotta fel Forgács Ferenc a szemét. Beszélni nem tudok, csak nézte Katalint kötpárás bánattal. Jakusics István odalépett melléjük. Belátom, te Forgács, erősebb vagy nálam, még ha én győztem is. Lemondok ezennel Katalin kezéről, vidd magaddal haza messzi Cserépvárra, és legyetek boldogok. Nem harcolok tovább. Titkos utakon vezette hadnagya Forgács Ferencet és jegyesét, Katalint messzi Cserépvárra, hogy Szúnyog Gáspár utánuk eredvén ne találjon rájuk. Pedig lassan kellett haladniuk, Forgács Ferenc nehezen tért magához. Amikor felgyógyult, lakodalmat ültek. Eltelt két esztendő, Szúnyog Gáspár még mindig nem bocsátott meg leányának, nevét az anyjának sem volt szabad kiejtenie. Ám nem mi történt? Hírek szálltak, ballagtak tovább is ide és oda, és nem csak Budatinból messze Cserépvárra, hanem Cserépvárról is a Zord Budatinba. Arról szólott a hír, hogy Katalinnak gyermeke született, Gáspár névre hallgat, kicsi Forgács Gáspár, várja a nagyapját, aki szintén Gáspár. Szúnyog Gáspár eleinte hallani sem akart az unokájáról, makacsul ellenállt, de újabb hírek jöttek, szép fekete fiú, akár a nagyapja. Nem haragszom, apám, üzente Katalin, most már egész nyíltan. Jer, vár az unokád! Siess látására nagyanyjával együtt. Addig-addig, míg Szúnyog Gáspár menőben Szendrőre egyszer vállat vont. Ha már arra járunk, nézzük meg a fiút. Feleségével ment, Bánfi Zsuzsannával. Hírlelő hirdette Szúnyog Gáspár jöttét, két kürtös kornétás. Cserépvár kapuja széttárult előttük, a kapuban állott Katalin és férje, mellettük tipegett kicsi Forgács Gáspár. Nem tudott ő még a haragról semmit, nyújtotta a kezét Zord nagyapja felé. Nem tudott könnyezni soha, Szúnyog Gáspár, könnye most sem hullott, de szemén mégiscsak meglátszott, hogy valamiféle változás megy végbe szívében, a Zordban, lágyult a tekintet, lágyult vele a szív. Mégiscsak az örököse állít előtte. Szúnyog Gáspár lehajolt a kisfiúhoz, megfogta apró kezét, noha ilyen készfogáshoz az ő kemény keze alig ha szokhatott. Hát, te vagy az, kicsi Gáspár. Ennyit mondott csak, és a krónikásnak ijedünk, megpróbált mosolyogni is. Aztán felkapta a fiút, magasra emelte, magához ölelte.